szervezők vágya valóra vált, hiszen az idén már harmadik alkalommal rendezhették meg az újvárosiak közös karácsonyi ünnepségét, tehát sikerült egy új hagyományt teremteniük az itt élők körében. A közösséget szeretnénk építeni itt a lakótelepen. Tehát azért egy 8000 fő lakik viszonylag kis helyen, és szeretnénk, hogyha egy kicsit össze lenne kovácsolva itt a lakosság. A karácsonyi hangulatot ebben az évben is az újvárosi általános iskola diákjai hozták el, akiknek legnagyobb része maga is az újváros lakója. Az újvárosi általános iskolások igyekeznek kivetni a részüket a város közéleti szerepléseiben. A héten már egyszer felléptek a Sétáló utcai rendezvénysorozatban is, és tulajdonképpen ugyanazzal a műsorral fogunk itt is fellépni. A rendezvényt minden évben az önkormányzat is támogatja. A város képviseletében kilátogatott az ünnepségre Vedelek Norbert alpolgármester és Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője is. Azt gondolom, hogy mind a műsor, mindaz, hogy ennyien itt vannak, alkalom van a ma este arra, hogy beszélgessenek egymással, talán olyanok, akik a hétköznapokban nem is tudnak beszélgetni, egymásnak áldott ünnepeket kívánjanak, azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb, ami történhet karácsony előtt adventben. A programon sok itt élő részt vett, idősebbek és fiatalok egyaránt. Mint mondták, minden évben nagyon várják, hiszen ez az ünnep az ő közösségükről szól. Ez évről évre így van ez az ünnepség, és ez már nálunk hagyomány, mi is a szüleimmel mindig ide eljövünk. És hogy tetszik ez az ünnepség? Hát nagyon tetszik, mivel olyan átadja a karácsonyi ünnepség hangulatát, és nagyon szép is. Az ünnepi műsor végén mindenki átmelegedhetett, miközben forralt bort vagy forró teát kortyolt és zsíros kenyeret falatozott. Az egybegyűltek közül senki nem sietett haza, hiszen láthatóan jól érezték magukat. Ha már így összejöttek, megragadták az alkalmat és jókat beszélgettek.